Jó hangulatban és finom ételek között mutatták be a Pécsi Tudományegyetem legújabb nemzetközi szakácskönyvét. 2018-ban volt egy gondolatom, miután az otthoni hallgatói receptjeimet nézegettem, és azt gondoltam, hogy megkérdezem a dékán urunktól, hogy mit szólna, hogyha csinálnánk egy ilyen közös hallgatói projektet. És akkor az a döntés született, hogy egyetemi szinten valósítsuk meg. Ami egy nagy boldogság, mert annyi külföldi hallgató van már a Pécsi Egyetemen, hogy ebből kár lett volna kizárni a többi kar hallgatóit. És akkor felhívást intéztünk a hallgatók felé, érkeztek be a receptek, győztük őket kiválogatni, hogy melyikeket tegyük be. A nagy különbség a két kötet között, hogy az első kötetben rengeteg főétel van, a második kötet pedig inkább a könnyebben elkészíthető levesekre, salátákra és desszertekre fókuszál. Nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy VTN a hosszú évek óta tartó nemzetközi esítésnek ez a két szakácskönyv az az égköve valójában. Azért, mert megmutatja azt a sokszínűséget, amivel a PTR rendelkezik, amire mi büszkék vagyunk. Ugye több mint 130 országból tanulnak nálunk hallgatók, elhozzák ide Pécsre a kultúráikat, és a kultúráikban egy nagyon fontos szegmest képvisel, értelmszerűen a gasztrokultúra, az ételkultúra. És hogyha ezen keresztül próbálunk meg egymáshoz közeledni, talán ez a legkönnyebb útvonal, és hát valójában ez fogalmazódik meg ezekben a szakácskönyvekben, ráadásul úgy, hogy a hallgatók története is ott vannak. Nem csupán egy recept az, amit majd valaki elolvas, hanem tényleg a mögötte lévő, akár családi, vagy bármilyen kötődő történet, amit a hallgató a saját kultúráján keresztül elhoz hozzánk. I always loved cooking. Mindig is szerettem főzni, és amikor Anikó említette ezt a programot, tudtam, hogy csatlakoznom kell hozzá. Amikor arra kért, hogy egy portugál desszertet válasszak, biztos voltam benne, hogy a pastel de nátát ajánlom, mert lisszaboni vagyok, és a pastel de nátá az egyik legikonikusabb lisszaboni desszert. Cooking is just a hobby for me. And cooking has been the... A főzés a hobbim, de általában a diákok számára az ételkészítés nehézséget jelent. Ezért ez egy csodálatos ötlet, hogy van egy könyvünk, amiből ötleteket meríthetünk, és a receptek sem túl nehezek, így a legtöbb diáknak sikerül elkészíteni. A program során nagyon sok emberrel találkozhattam különböző országokból, együtt főztünk. Ez egy csodálatos élmény volt. Hamarosan befejezem az iskolát, de ez a könyv velem marad, és mindig segíteni fog a főzésben.